Nos, sziasztok! Hát, bevallom, hogy szerintem kurvára nincs kedvem hozzá, de elkezdjük a Shift 2-t. Most ez végül is egy ilyen nulladik résznek is lenne nevezhető, ugyanis hát beszéltem róla én itt több streambe is, talán videóba is, hogy azért is vettem elő a Runt előbb, mint a Shift 2-t. Ugyanis ilyen nagyon nagy átalakításokban vagyunk most itthon, és hát olyan messzire került az Xbox a géptől, hogy hát nem lehetett sehogy se összekötni, hogy ebből legyen is egy rendes stream. Viszont hát így az egyik szekrény megemelésekor, így a szekrény alatt egy bontatlan csomagolású 8 méteres HDMI kábelt találtam, úgyhogy most már így itt vagyunk. Viszont ugye azóta volt számítógép újratelepítéstől kezdve, szia Bence! Számítógép újratelepítéstől kezdve minden volt, tehát most így a hangtól kezdve minden, most még egy ilyen nulladik szakaszban van, tehát most még ez a beta. Úgyhogy így szépen így megnézzük, hogy fasz-e a hang, jó-e a kép, az irányítás nyilván jó lesz, mert Xbox, és így mindent kitapasztalunk. Úgyhogy én azt mondom, hogy kezdjük el, remélhetőleg nem lesz se túl hangos, se túl halk, sem a játék, sem én. Elnyomjuk. Az a baj, fel fogok baszódni, hogyha ez pont olyan lesz, mint az első rész. Jó, nem érdek, bármi is az nem érdekel. Update se érdekel. Úgyhogy abban az esetben, hogyha ha nem fog totál felbaszni, és még esetleg, bár azért azt nem mondanám, de esetleg egy élvezhető játék lesz, akkor most legfeljebb egy ilyen másfél órát fogjuk tolni, mert sajnos utána fuvaroznom kell. De nem tudom, a Shift 1 meg a szórakozás az nagyon távol állt egymástól, úgyhogy itt se adok neki sok esélyt. Na, hát az intro az oké volt. Igen, ennyit láttam eddig a játékból, hogy így ez a menü. Aztán így ennyi. Hát mondjuk itt nagyon állítgatni nincs mit. So you want to be a professional driver? It's a non-stop battle. A battle with your fear, a battle with the course, and a battle with the other drivers. The power and speed playing you in the seat. It's the best feeling on earth. I'm Vaughn Gittin Jr., Formula D champion. There's this race coming up, and I want you to enter. It's not easy, bro. I've borrowed this GTR for you. It's got some serious parts on it. Now we got a race car.
before you race, you got to get some practice. Let's rock. Ó, baszki, akkor ilyen tutoriális lesz. Most ez a Manus azt mondta, hogy még mielőtt nekiállunk versenyezni, előtte gyakorolnunk kell. Jó, még kicsit szokatlan a Xbox controller, hogy mostában annyit játszok PS5-ön. And when you're finished, I'll have some settings for you. Okay. Bazza meg ez az irányítás. Na jó, kameraváltás, az melyik gomb? Így. Szokható ez szerintem. Jó, mondjuk nem akarom elkiabálni, de egyelőre nem rossz. Egy kis zsenge. Kifejezetten, jó, nyilván ez még csak egy kocsi, meg egy pálya, kifejezetten úgy jó az irányítás. Ha látom, a fekete-fehérség az visszatért. Aha! Tehát akkor itt úgy van, hogy... Tehát van ez a novice, ez gyakorlatilag ez a balfaszoknak való, meg az ilyen gyenge idegzetűek, meg a három éveseknek, hogy kanyarodás rásegítés, fék rásegítés, az antilok, ez nem tudom, hogy ez, tehát a valami fék rásegít, vagy ilyen fék összetartás, stabilitás, plusz, csak vizuális damage, hasonlók. Normál az full ugyanez, csak a kanyarodás rásegítés kapcsolja ki. Akkor van ez a tapasztalt, ami a kanyarodás és fék rásegítést kapcsolja ki. A pro meg gyakorlatilag szétbassz mindent. Én azt mondom, hogy akkor legyen az experience. Ezt... ABS, köszönöm, igen. Tehát akkor az volt az ABS. Az elvileg ugyanaz a pálya lesz, csak most már ellenfelekkel. Nice turnout. We got some Porsches, some Corvettes, a couple of GTRs, some real track day weapons out there. So finish strong and you'll earn enough to buy your own car. All right, this is it, man. Go get them. Én elkapom őket, geci. Nekem az a lényeg, hogy nem a Porsche-ba kell ülnöm.
Jó, már végül is most a dodge-em se fog annyira fájni, mint az első részben, mert ugye... Hopp! Hát... Azt... Jó, felejtsük el, amit mondani akartam. Igen, az a baj, hogy már vannak ellenfelek, azt már itt elkezdek így hirtelenjébe kapkodni. Ja, tehát akkor ezek szerint csak nekem tűnt úgy, hogy olyan jó az irányítás, meg úgy jól megy. Az utolsó hely az nem erről árulkodik. Ja, ott vagyok. Igen, az utolsó helyen. Nice work! Igen. Végülis a kocsi az csak ilyen felismerhetetlenségig tört. Hát nem tudom. Jó, mert szerintem itt valamit így bedobott így a helyezés alapján. Hát először kipróbáljuk médiumon. Na, választhatunk kocsit. Nekem valamiért az rémlik, mint hogyha ezek a kocsik lettek volna így a kezdő kocsik, talán Shift 1-be is. De a Focus, meg ez a Volkswagen, ez szinte biztos, hogy ezek voltak akkor is. Na, kezdjük akkor a fókusszal. Good choice, man. This is where it all begins. From here, you have the chance to do all kinds of racing. If you want to reach the top, first you have to make a name for yourself at the grassroots level. Try out different disciplines, like time attack or drifting. And soon you'll be ready for the GT3 or the Works Race Series. If you succeed there, you'll be ready for a seat in the GT1 World Championship. See these cool posters? They all hold events, and the numbers on each show the driver level you'll need to enter. You're starting at level 1 with entry-level modern D cars. By the time you hit level 16, you'll be a full-on GT1 World Championship driver. I think you've got some real talent. Let's see how far you can take it. All right, it's time to pick a race and get out there. Tehát akkor az a lényeg, hogy ez a GT1 a fő célunk, mert akkor úgymond akkor vagyunk ilyen bajnok szériába. Legalábbis így nekem ez jött le. Most ezzel kell kezdeni. Esküvöm úgy, ez a menüzene, ez így még rendesen, tehát azt merem mondani, hogy van hangulata. Everything you do earns XP. Win more XP, and you'll get new cars and unlock more events. You'll take home extra cash and earn more options for vinyl, paint schemes, and rims. During a race,
You earn more if you nail a perfect start from the grid, overtake another driver, or stick to the racing line. Then, after a race, you'll also earn XP bonuses. Bonuses are based on how you finished and how much you dominated the other drivers. They're also based on the objectives you've earned and whether you mastered the track. You can earn XP online too, when you battle your friends in versus modes or through Autolog. Basically, to earn XP, you want to fight hard, drive fast, and win as much as you can. Tehát így az a lényeg, hogy van XP meg pénz. Tehát XP-t szerezhetünk helyezéssel, jó rajtal, előzések mindennel. És akkor azzal szintlépés van, szintlépés, old fel új verseny, meg új kocsit. Így ez volt a fő lényeg. Meg ugye multiba érhetnénk el még több XP-t, de azt meg ugye már nem lehet. Nem csak tölt, amíg egy nyúlkálok a dashboardba. Mert arra vagyok kíváncsi. Itt is vannak online trófeák. Van. Nem, ezt nem is értem, hogy amúgy hogy engedhették ezeket, hogy online trófeákat rakhassanak ide is. Mert tényleg ez, hogy ezért, hogy gondolhatták, hogy valamikor a szerverek le fognak állni, tehát nem lesz a végtelenség, és akkor kész. Tehát nem tudod kimaxolni a játékot, mert nem tudod megszerezni az online trófeákat. Á, bocsi! Interfészt figyeltem, bocsika, tényleg nagyon bocsi. Szépnek amúgy nagyon szép. Mert azt hiszem az első résznél ugyebár a PS3-ast játszottam végig. Ja, ott volt az, hogy ott... Vagy váljunk? Vagy PC-n? Aztán mind a kettőt kipróbáltam, de ugye a PS3-as első rész az még úgy megvan fejbe. És ahhoz képest sokkal szebb. Amit tudok nézelődni is. De valami muzsikát, azt amúgy kapcsoljunk már, mert ez a monoton zúgás. Na, jó, akkor majd kint lehet csak bekapcsolni. Akkor majd verseny után bekapcsoljuk. Na, de akkor most már végül is csak az XP miatt is megéri folyamatosan az ideális ívet követni. Hallom, hogy szuszognak mögöttem, de igazából nem nagyon tudnak bejárni, úgyhogy ha végül is ez így marad, akkor szerintem maradhatunk ezen a médiumon. És csak ugrattam, baszd meg! Az Geszti, végig vittem a versenyt, és akkor egy ugratás miatt.
Anyát picsáját. Hát első lettem volna, hogyha azon a faszugratón nem vág neki a falnak. You'll have your own personalized driver profile. You'll be able to see the stats on your victories, rewards, and favorites. And you'll be sent an alert at any time a new record is set. Your friends can recommend events, and Autolog will suggest others in the recommend section. You can share photos and replays in the gallery. You may be alone behind the wheel, but Autolog opens up a world of community and rivalry. De ugye, tehát ezek tudom, hogy ezek ilyen nagyon ilyen, hogy mondjam, naív, meg pozitív ilyen ötletek, de amúgy a kurva életben nem láttam olyat, hogy valaki így ezeket nézte volna. De a Gran Turismo 7-ben is van ilyen, hogy így lehet nézni másnak a képeit, meg kocsiait, meg mit tudom én, meg ugye a PlayStation-nek is magának van ilyen felülete, ilyen üzenőfalszerűség. De sose láttam olyat, hogy valaki így rákattanna, hogy na ezeket elkezdi nézni, de én se nézem másét ugyanígy. Na nézzük már meg, hogy akkor a muzsikot, ezt beállíthatjuk-e. Hát nem. Akkor nem lesz most sose verseny alatt zene. Ez egy annyira nem poén. Akkor levisszük ezt is. Mert amúgy annak is örülök, hogy ezeket nem kormánnyal próbálgatom, mert amúgy valahogy nekem úgy a versenyzős játékoknál sosincsen ez az érzés, hogy ezt én kormánnyal játszanám. Másrészt emlékszem, hogy még annól, amikor néztem a kritikákat a Shift 2-ről, rengetegen panaszkodtak arról, hogy konzolon elvileg laggolt az irányítás. Tehát késett a kormány konkrétan. Közben nyomkodom a gombokat, hogy amúgy mit csinál. Mondom, az X az a kézi. Kör az nem csinál egyelőre semmit. Ez egy kör, hülye vagyok már, a B. Az Y az a visszanézés. Tehát bele tudok nyúlni a váltásba. LT meg RT-vel, vagy na, RBLB-vel. Hát akkor végül is, tehát akkor IE Trax ezek szerint tényleg nincsen versenyen belül. Mert a Shift-et is tudom, hogy nagy részt úgy játszottam a Shift 1-et, hogy nem volt zene, de ott legalább utólag megtaláltam, hogy igazából lehetőség az ott volt, csak gyárilag kikapcsolták. Jó, várjunk, itt meg ilyen interfészes dolgokat még lehet állítani. Csak a balra, D-paddal.
Tiszta győzelem. Van csak kicsi kell a kövi szinthez. De tényleg amúgy legalább valamilyen, ilyen, mint a Shift 1-be, tehát ott a challenge-ekbe, tehát ilyen epic zenéket legalább rakhatnának be, mondjuk legalább az utcsó körre. Akkor még elvileg kettő ilyen szezon van. Tényleg, akkor, nem, szerintem ezt az egyest ezt vigyük végig. És akkor utána szétnézünk majd a kocsik között. Ezt viszont észreveszem most már, hogy kurva sokat tölt. Bárki tudja, lehet, hogy az első rész is annyit töltött, mert próbálok nem emlékezni. Na mondjuk ez az éjszaka, ez viszont ez tele nagyon jól néz ki. Erre már kifejezetten, tényleg őszintén mondom, hogy hangulatos. Szintlépés. Csak kicsit vertem neki, azért nem kell agonizálni. Erre a hangra erre nem tudok rájönni, hogy amúgy az mi. Ezt csak kanyarnál csinálja. Ismét tiszta győzelem. Hát új matrica meg plusz pénz. Plusz pénzt azt mindig elfogadom, de matrica az annyira nem érdekel.
Nem tudom, hogy valahogy ahogy elhagytuk az utcai stílust, meg az underground stílust, nem tudom, úgy annyira nem érdekelnek már az optikai tuningok se. Aha, tehát tuningolni kell. You can transform your car from a stock showroom model all the way into a fire-breathing track monster. Upgrades are all about finding that perfect balance. You can choose to upgrade your suspension, tires, brakes, you can even swap out your engine. Visual customization lets you design your own look and share your personal style. If you really want to compete with the big boys, you'll want the full works conversion. Install enough upgrades and soon you'll be able to convert your production model into a straight-up race car. Once you start customizing, the possibilities are endless. See what works best for you, and have fun. Na, tehát kiderült, hogy itt a régi módi tuning van benne, vagyis hát most már régi módinak mondható. Tehát minden testre lehet ismételten szabni. Szerencsére van egy ilyen hülyéknek való verzió, mint nekem is, hogy szimplán ezért mutogatja ilyen skálán, hogy ez meg ez miben lesz jobb. De hogy látom, itt is az, vagy azt hiszem ez is a Shift-nél is így volt, hogy tehát itt igazából nem az van. Várjunk. Nem várjunk, akkor ez minél, valamelyiknél volt egy ilyen, hogy igazából mindet meg kellett venni, mert más csinált. Ez lehet, hogy ez a Shift-nél volt. Jó, meg akkor valami ezért is. Valami irányítást is jó lenne. Jó. Én majd ebbe belemélyedünk egy kicsit jobban, hogyha muszáj. És akkor itt a főmenübe lesz mindig, jó. Na, tehát most már akkor mehetnék a kettesre. Na csak ez a kérdés, hogy tehát menjünk, vagy vigyünk, tehát arra hajtsunk, hogy minél előbb jussunk el az utolsó kategóriába, vagy mindent vigyünk végig. Amíg ez eldöntődik, addig legalább a kocsikat megnézzük. Nem ezt akartam. És hol vehetek új kocsit? Most nem a store-ba. Igen, ez az online store akarna lenni. Nem, az upgrade, tuning, vizuál, meg fotó. Jó, mindegy, hát akkor visszamegyünk a karrierbe, azt majd hát, ha megmutatja. Na mindegy, akkor egyelőre haladunk. Ha lehet, hogy hirtelen majd annyira beszippant, hogy mindent végig tolunk, de lehet, hogy az lesz, hogy mivel a Shift 1-jel így annyira ezért mostohául bántam, lehet, hogy akkor itt tényleg minden versenyt végigviszünk. Okay, two corners to perfect. Turn one, paddock hill is a downhill plunge. Tehát legalább, vagyis tehát max 50, nem, max 1 perc alatt kéne végigvinni.
Íííí, bazd meg! Az ott megcsúszott. Egy restartot nyomunk. Come on, you can do it. Green light coming. Push hard from the start. Green light, good luck and be careful out there, man. Most meg első körbe. Igen, tehát azért kell szokni az irányítás, mert azt érzem úgy az egész irányításon, hogy egy nagyon-nagyon picit azért lomha. Tehát olyan lomhá reagál a irányváltásokra. De szerintem ez egy jó pár verseny, még aztán utána már hozzászokok. És ezután viszont már nem, tehát már nem is lesz ilyen ingadozó tényező, hogy milyen az irányítás, vagyis tehát hogy magák a konzolok, mert ugye ezután gyakorlatilag az összes létező többi Need for Speed, azt hiszem, PS5-ön lesz majd játszva. Mert már nem csak arra nagyon-nagyon-nagyon gyorsan rálesek. Mert én bennem az van, hogy ezt tudom, hogy ez 2011-es. És azt nem tudom fejből, hogy ezután, tehát hogy ez és a Rivals között volt-e valami. Need for Speed. A World, hát... Ja, a Most Wanted tényleg. Na, akkor rosszul mondtam, tehát akkor még a Most Wanted lesz majd, ami nem ezén lesz PS-en. A Most Wanted azt majd PC-n fogjuk tolni, mert PC-re van meg. Kapcsoljuk a projektálást magamnak. Tehát akkor így a Most Wanted az PC-n lesz, és akkor azután jön majd a Rivals. Na ott lesz az, hogy onnantól kezdve minden PS-en lesz játszva. A Rivals is arra van meg, a 2015-ös is, a Payback is, a Heat. Hát a Heat-et azt majd újra meg kell vennem, az nekem PS Plus-on volt meg. Tehát majd a Heat is, meg az Unbound is azon van meg. Ó, hát ez easy! Bassza meg. Yeah!
Hát eddig most már tényleg azt mondom, hogy kifejezetten jobb, egyelőre jobb véleményem van erről, mint az első részről. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy tényleg a verseny közbeni zenén kívül mindenben egy picit jobb. Akkor... Ú, bazd meg, sose tudom kimondani, Nürburgring. Bazd meg, biztos, hogy le van butítva valamennyire, tehát nem létezik, hogy ez egybe végig kell vinnünk. Hát ez mondjuk nem az. Annak ellenére, hogy az van kiírva. Nürburgring, azt tudom, hogy az egy kurva hosszú versenypálya. Some early slow corners are gone, so you'll get less shots at passing. No mistakes on that chicane, all right? Don't give anything away. Még nincs kép. Na. Ami nem, tehát nem a OBS-en nem volt, hanem úgy amúgy, tehát nem mutatott semmit a játék. Szia Csabi. Figyelj, tehát még simán lehet, hogy ez egy szar lesz, csak így az eleje ilyen pozitívan hat rám. Tehát én a Shift 1-ből indulok ki, a Shift 1 az egy ilyen igazi nagyrakás szar volt szerintem. Ugye Green Wolf ő mondta is, hogy neki például az tetszett. Én nekem nagyon hányadék a Shift 1, és most én ahhoz mérem ezt a Shift 2-t, ahhoz képest jobb. Tehát én azt mondom, hogy a Shift 1-hez képest mindenképp jobb. Hát nem tudom, egyelőre még talán a Run-tól is jobb. Tehát így irányításra, kinézetre igazából egyelőre tetszik. De ez nyilván ez még változhat simán. Hát itt elsőre lehet, hogy nem lesz meg az időm, ott az elején megcsúsztam. Azzal próbáljuk kijavítani azt a 2 másodpercet. Igen, így csúsztam meg az előbb. Mert a Shift 1-el nekem igazából nem is az volt a bajom, hogy ilyen zárt pályás, ilyen GT versenyzés. Nekem a fő problémám ott ugye az volt, hogy nagyon szarra lett megírva az AI. Mert ott ugye maga a játék is azért pontozott, hogyha folyamatosan dodge-emeztél, lögdösted őket, kilöktél valakit a pályáról, aztán emiatt ugye az AI is pontosan ugyanígy viselkedett, és ezért cseszett fel annyiszor. Itt meg még egyelőre nem láttam ilyet, de azért is, mert még kevés versenyt toltam, ahol vannak ellenfelek, tehát inkább ilyen időmérők vannak még. Na, pont meglett. Úgyhogy azért mondom, hogy hát majd, hogyha a játék felénél is ezt mondom, akkor tényleg jobb, mint a Shift sokkal. Ezeket a üzeiket, plecsniket, ezeket hagyjuk. De ide mi kell még?
Ja, hogy, ja, én azt hittem, hogy akkor itt most így sorba van, hogy tehát, hogy, tehát, hogy az előző versenysorozatból vigyek X mennyiséget, és akkor így azért, de nem, tehát szintet kell lépnem. Igen, tehát a ránnál ott főleg ugye az utolsó pálya volt az, ami undorító volt, és pont azért, amit elmondtam a videóban, hogy egyszerűen, tehát felesleges volt hajtanod pluszba, meg jól vezetned, mert a script az úgy is azért vagy előre, vagy hátra tól. Úgyhogy mondom, egyelőre én azt mondom, hogy a run, azt én nem akartam a videóban mondani, mert ez még változhat. Tehát egyelőre azt mondom, hogy a két legszarabb Need for Speed eddig, amiket eddig végigjátszottam, az a run meg a shift. Abból a szempontból egy fokkal jobb a run, hogy az legalább nem volt hosszú. Ugyanilyen a szar volt mind a kettő, de a shift az még mellé rohadt hosszú is volt. Mert tényleg most már azért azt elmondhatom, hogy eléggé sok Need for Speed van így mögöttem, mert ugye kezdtük az Underground-dal, Underground 1-2, Most Wanted Carbon, Pro Street, Shift, Hot Pursuit, meg a Run. Végül is ennyit már végigvittünk. Úgyhogy még ugye még akkor terve van, amiket felsor... Ja, Undercover, bocsánat, igen. Hát látszik, milyen mély nyomot hagyott. Igen, az Undercover is ott volt. És akkor végül is már csak újabbakat fogunk tolni, meg... volt egy ígéretem, és emiatt a Hot Pursuit 2-t. Az Underground előtt, itt még azt is majd végig fogom játszani. Csak arra meg még a módszert keresem, mert PC-n az Istenért nem akar az se elindulni. Aztán valószínűleg egy PS2-es verziót fogok játszani majd emulátorral, mert nem nagyon látok itthon belőle eladót, a kurva anyádat azt lögdöst. Ja, hát itt volt egy kis húzavona, de így is megvan. Meg nagyon gondolkoztam azon is, hogy a Need for Speed World-ből is néznénk. Mert ugye abból tudom, hogy ilyen tört verzióban mai napig létezik. Csak annál meg van az a bíbe, hogy ott meg már nem lenne releváns az, hogy én videót csinálok. Mert ott meg ugye, tehát gyakorlatilag ott tartanánk, hogy egy játéknak a maradékából így a full support meg minden nélkül csinálok egy kritikát, tehát annak úgy szerintem nincsen értelme. Na, kövi kategória is megvan. Igen. Tehát úgy nézve működik, hogy tehát hasonlóan, mint mondjuk a Battlestar Galactica játék, az online verzió, meg hasonlók, tehát úgy működik, hogy néhány srác, akik így értenek hozzá, így aláraktak egy ilyen saját szervert, és akkor ilyen, mint a tört metin szerverek, így hasonlóan úgy tudom, hogy működik a World. De ugye nem hivatalosan, tehát ez ilyen... Ez olyan, mint amikor crackelt játékkal játszol. Úgy tudom, de lehet, hogy már azt is leállították. Steam Deck-re szerintem nem. Mert én mondjuk annyi, hogy én nekem ugye nincsen egy ilyen kézi PC-m se.
de én szerintem ott ilyen nagyon illegál tör dolgokat szerintem nem lehet felrakni. Bazd meg! Most valamelyik fasz lökött meg! Hát nem tudom mi történt. De nyomjunk egy resit. Vagy álljunk, nézzük már meg ezt a replaybe, hogy mi történt itt. Ah, de egy picit neki mentem, azt így felborult a faszba. Ezt nem értem miért. Hát mi jó, mindegy. Mert amik ilyen izé, ami ilyen tört játéknak nekem megmaradt, hogy ilyen, tehát ilyen online játék volt. Ugye annó még az előző csatorna, ami még ilyen tizenvalahány évvel ezelőtt volt, amin így elkezdtem. Ott annó ilyen Battlestar Galactica online-os videókat raktam fel. És ugye az ilyen, hát először ilyen böngésző alapú játék volt, utána klienses lett, te baszd meg az anyádat. Te is. Aztán például annál láttam én először ilyet, mert ott is az volt, hogy leállította a, talán Big Point-nál volt a játék. És ezért leállították azt a játékot, és azóta összetákoltak egy ilyen saját ilyen vanília szervert. Aztán van pár ilyen játék, amit így felélesztettek. De amit én nagyon szeretnék, hogy a Ghost in the Shell Standalone Complex First Assault-ot támasszák fel, azt nem hiszem, hogy felfogják. Ezt nagyon imádtam, azt az FPS-t. Tehát ott valószínűleg a marketing baszott ki a játékkal, mert kutya se tudott róla, hogy ez a játék létezik. Bocsika? Ezt mondjuk jó látni, hogy itt tényleg itt a játék, itt nem jutalmaz az, hogyha fasz vagyok. Az anyád picsáját jössz nekem. Baszki, jó lenne legalább egy dobogós hely, csak nem tudom, nagyon nem érzem se a kocsit, se a pályát. Azt legalább most nem csak én basztam el.
Hát szerintem az első helyet az tényleg most már biztonságosan el lehet felejteni. Bassz meg. Igen, ez a jó végül is, hogy tehát nem szankcionál érte, hogyha neki megyek valakinek, de nem, tehát nem is jutalmaz meg. Ez végül is ennyivel büntet csak, hogy irányíthatatlan lesz a kocsi. Bazd meg, de ne csúszkáljál már, faszom. Esküszön az a lóút, ez még szarabbul irányítható, mint a fókuszom volt. Ment nagyon a fókuszálás, hogy hát tudok javítani, de nem. Nagyon kevés pénzt legalább adott. Nem, tele nem könnyű. Tehát
úgy ezért, tehát vannak olyan versenyek, amik úgy simán mentek, de néha meg úgy nagyon beleválasztottam, mert tényleg az, hogy tehát jobb az irányítás, mint mondjuk a run-nak volt, tehát meg nem késik úgy, mint mondjuk a shiftnél, de ettől függetlenül, tehát érzem egy nagyon picit, hogy késik az irányítás, és egyszerűen meg kell szokni. Hát nem tudom, melyiket vigyük. Hát egy kicsit upgrade-elünk. Vagy ilyen. Nem, akkor tovább nem. Mert az meg nem hiányzik, hogy átugorjunk a következő kategóriába. Akkor menjünk egy ilyet. Ó, oh, ez meg túlra lenne. Aha, tehát hogy, ja, hogy akkor ez az egész egy túra. Tehát magyarul most így az előző versenyeket is le kell tolni. Melyikkel kezdjük? Ezzel. Tényleg arra lesz a kíváncsi, hogy hogy kocsikat majd mikor enged végre venni. Ó, bazd meg! Muszáj, pont! Tehát, hogyha Tokió, akkor mindig ebbe a tetves kikötőbe kell jönni. Mert tudják jól, hogy utálom, mint a szar. Miért nem lehet azon a kurva autópályán versenyezni? Az összes kanyarját ismerem ennek a szaros pályának, mert tudom jó, hogy milyen szar ezen driftelni. Á, bocsi, bocsika, tényleg bocsi. Lépés. Na, tessék, tud ez így is menni. Na, tehát új versenykategóriát nyitott meg. Meg nekem az a lényeg, hogy kaptunk plusz pénzt. Drift. Hát meg nem biztos, hogy ilyen irányítással driftelni kéne.
nem ezt akartam, ezt. Aha, na, jól gondoltam, hogy itt vannak az új kocsik. Olyan Fordból. Ennyi. Vagy akkor most csak erre az egyfajta verseny, tehát hogy most ennek a kategóriának látom a kocsijait. Na mindjárt megnézzük, mert úgy is mehetek új kategóriára. Nem, csak először megnézzük. Ja nem, mert ott nem az volt. Jó, hát mindegy, akkor jövünk ide. Aha, na ide most már muszáj vennünk kocsit. Tehát vagy venni kell, vagy upgrade-elni egyet. Aha, és itt már más kocsik is vannak. Nekem még mindig ez az egyik legszebb luxus kocsi. Ah, tehát ez végülis az egy tuningoltabb fókusz. Az Evo 9-est képesek annyira sértegetni, hogy C kategóriába. Enye, benye. Mi ez a Caterham? Ja, jó, csodálkoztam, hogy nem ismerem ezt a markát, hát most már értem, hogy miért nem. Mennyi pénzem van? Microsoft pont, ez mi a fasz? Nem hiszem, hogy a izé lenne a G. Jó, ott van, 18.150-en van. Hát ez baj. Akkor így is úgy is muszáj ezeket régi versenyeket vinnünk. Csak drift kocsit nem ad? So you're the driver everyone's been talking about. I hear you've got what it takes to be a good drifter. Drifting is the art of controlled chaos. You're gonna throw your car into a slide and try to maintain it. Everyone starts on basic courses, but you step your game up and I'll take you to the mecca of drifting, Ebisu in Japan. Prove yourself and you'll get an invitation to Southern California's House of Drift, Irwindale Speedway. There's gonna be a serious battle for the championship. Win it and I'll give you my Monster Energy Falcon Tire Ford Mustang. Hát eddig közölte most az a Manus, hogy azért, hogyha megnyerjük az egész drift bajnokságot, akkor odaadja nekünk a Mustangját. This is just how I taught myself to drift, sliding around the open parking lot and just having some fun. And check this out. Drift Alliance was cool enough to lend you a sick S13 to thrash. Start by driving in a wide counterclockwise circle around the pole. Turn in hard and increase the throttle. The goal here is to find the perfect amount of counter steer and throttle to maintain the drift. Too much throttle and you will spin. Too little and you will straighten up. This is all about being smooth. Hop in that S13 and let's go drifting. Tehát most egy nagyon dióhéjba elmagyarázta, hogy mi is maga a drift. Valószínűleg úgyis még egyet enged gyakorolni is. A drift az, ami eddig az összes létező Need for Speed-ben teljesen máshogy működött. Mindenhol pontozásos rendszer volt, de az irányítás az meg full más volt. Csott! Csak lehet, hogy az jobb lenne így.
Remember, nice work, man. Looks like you really know what you're doing. Okay, I've got more practice lined up for you. Nice work. You're killing it out there. Now we're going to learn about linking drifts and changing direction. The best way to do this is practice some figure eights. As you approach the other side of the figure eight, quickly lift off the throttle and turn the wheel in the opposite direction. If you get in a bind and need to initiate drift or change direction in a hurry, you can turn in and yank the e-brake. It will lock up your back wheels and throw you into a drift. Careful, don't hold the e-brake too long or you will just spin out. All right, I want to see you link that figure eight. Na, tehát most ilyen 8-asokat kell majd csinálnunk. És akkor jó lenne kb. 200 pontot. Az előbb nem is tudom, hogy 50-et szedtem össze talán. Alright, you ready? Let's see what you got. Hát ez nagyon nem. Így, na jó, hát nem szabad kézizni. Egy úcsó feladat jön. Von Gittin Jr. School of Drift final lesson is all about Manjing. Manjing is essentially a slalom drift down a straight line. Jó, tehát slalomozni fogunk. Using weight transfer to initiate your drift here. Once you have some speed, initiate drift by tossing the car in one direction and quickly counter steering the direction you want to drift. If you get in a bind, don't be scared to use the e-brake to help the car rotate quickly. Start slow and increase speed as you start to feel comfortable. Don't go too big too fast. For now, we'll keep it simple. Once you figure this out, I'll give you the whole yard to tear up however you want. After you've mastered all this, you will be on the drift circuit chasing that dream of becoming a pro. Bring your A game and don't expect me to go easy on you. Hát valahogy amúgy, tehát az eddigi irányítás oké volt, de itt annyira megkavarja az irányítást az egész, hogy hát nagyon-nagyon természetellenes az a drift. Ez vagy, mivel pályán kívül vagyunk, gondolom azért nem számolta. Hát ezt kezdhetjük így újra, mert 300 pontot kér itt. Nem, ez a drift, ez nagyon rosszul működik itt. Nagyon, nagyon rosszul irányítható. Hey,
Alright, I wanna see you toss that thing. Okay, this is when you put it all together and link the course. I want to see some more confidence out there, my man. Hát még így is egy fokkal jobb, de így is ugyanolyan szar, hogy alapvetően. Hát ilyet még nem basztam, hogy azért benyomom egy pillanatra a kézit, azt azonnal azért, mint hogyha besatúznék. Wow, that was pretty impressive. Now you've got this whole yard to yourself, so get out there and trash some tires. Na akkor Alex szerint ezt most meg is adta ilyen drift kocsinak. Hát most mindjárt megnézzük élesbe mennyit ér ez. Négy 73-at basz meg szedjek össze az első helyezet. Hát, te nem vagy normális. Az meg sok volt. Nézd meg, hát erre mondják, hogy agya beteg. És megvan. És 473-at kért, én csináltam neki majdnem 700-at. Easy. Hát esküszöm, hogy ez könnyebb volt, mint a gyakorló pálya. Még valószínűleg az is rásegített, hogy tényleg itt ilyen nagy széles pályát hagytak nekem, ott meg ilyen kis hangyafasznyi bójákat.
De az a bűvő, hogy még muszáj ezt vinnünk, mert kell a pénz a ezéhez. A C-s kocsihoz. C-s vagy B-s. Bazd meg ezer, na jó, tehát így azóta vagy nagy volt a pofám. Meglöktem balra. A tép, hogy elment. Épp, hogy nem ment el. Som. Ha mondjuk ezt újra kezdem, mert ebből szerintem azt az 1032-t még össze tudom szedni. Úgy ért, hogy Blur így a neve ismerős, de nem játszottam még vele. Na, resi.
Aha, azt éreztem, hogy az durranni fog. Ó, baszki, nagyon kicsik. Jó, mindegy. Kettes megmarad. Aztán még így egy verseny belefér, és utána kell mennem. Szerintem a Della az már megvan a kocsira. Aha, 28 ezeren van. Igen, tehát C-s kocsit fogunk most venni. Na, adsza ide. Jobban meg 24 000 volt benne, vagy annyi kell. Jó, hát akkor... nem tudom. Akkor leviszünk még egy driftet. Vagy várjunk, ez Eliminator, ez mi? Ja, tehát egy ilyen kieséses körverseny. Köröket miért nem mutatja? Ez furcsáltam az énél is. Ott a sima mennél is, hogy mindent mutat, mindenféle típ, meg minden faszomat, de az, hogy amúgy hány körös, az nem. There's a real mix on the Bayside run. Winding corners, chicanes, and a finish straight that runs forever. Whoever wins is gonna be at speed. Make sure it's you. Ja, hogy... Green! Ja, hogy egy ja! Tehát, hogy gyakorlatilag 4 perces az egész, és akkor percenként kiesik egy valaki. Vagy két valaki. Kurva anyádat. De jó, nem tennél vissza az útra amúgy. Jó, hát ez újra. Get ready for the green. Keep focused and fight hard. Igen, tehát az első rész problémáit így elkezdtem így felfedezni apránként, hogy ugyanaz történik, hogyha valaki nekem jön, akkor ilyen teljesen lutri, hogy mi fog történni. Tehát lehet, hogy kirepülök a faszba, ezért kicsi esély van rá, de lehet, hogy semmi. Green,
Hát akkor most meg, most meg például fél percet ad csak. Na, azt már nem hozza vissza. Hú, hát ahhoz képest, hogy mennyire fostam tőle, amúgy jól ment. És akkor így a pénz is megvan most már Mitsubishira. És hát majd ezeket tudjuk is folytatni. Hát ott még kettő ilyen van. Jó, hát igazából akkor most első körben ennyi volt a Shift 2. Én azt mondom, hogy sokkal, de tényleg messze sokkal jobban kezdett, mint a Shift 1. Azt mondjuk már jó erőre látom, hogy hát eléggé hosszú játék lesz. De függetlenül jobb egyelőre, mint a Shift 1 volt. De mondom, ez még simán változhat. Úgyhogy, hát majd holnap valószínűleg folytatjuk, viszont most sajnos megint ilyen késő este vagy délelőtt lesznek streamek, ugyanis hát hiába vagyok már kirúgva, ugye úgy lett megcsinálva a beosztásom, hogy jövő héten végig délután dolgozok. Úgyhogy délelőtt és este 10 után fogjuk majd folytatni. Szerintem amúgy így a hétre biztos, hogy ki fog tartani. Úgyhogy holnap majd találkozunk. Addig is sziasztok!